Az elmúlt két évtizedben több mint 5000 munkahely jött létre Nyírbátorban, a város népessége azonban ugyanebben az időszakban közel 1500-zal csökkent. Utóbbi folyamat megállítását célozta meg az önkormányzat, ezért néhány évvel ezelőtt megvásárolt egy 10 hektáros területet a Szénaréti tó szomszédságában, ahol egy 71 lakásból álló épület építését kezdték meg. A társasházat a tavalyi év végén fejezték be, a beruházást a jelenlegi építkezési árakhoz képest gazdaságosan sikerült kivitelezni. A projekt nagyjából 1 milliárd forintot jelentett, ugye ebben az ingatlanban azért a 40 négyzetmétertől a 65 négyzetméteri különböző méretű lakások vannak, így nekünk a bekerülési költség nem érte el a 300 ezer forint per négyzetméter építési költséget, és ebben azért egy magas energetikai tanúsítvánnyal rendelkező, egyedi fűtéssel felszerelt, modern, én azt gondolom, hogy mai kor igényeinek megfelelő lakásokat tudtunk kialakítani. A lakásokra már korábban rengeteg jelentkező volt, mára pedig mind a 71 lakás gazdára talált a társasházban. A beruházással nem csupán bérlakás építésről van szó, az önkormányzat egy több lépcsős folyamatot indított el, melynek célja, hogy helyben tartsa és támogassa a fiatalokat. A bérleti díjat nagyjából 1000 forint per négyzetméteres áron határozta meg az önkormányzat, így alapterülettől függően 50 és 70 ezer forint között vehették ki a lakást az érdeklődők. Ez valahol a korábbi önkormányzati bérleti díj és a valós piaci bérleti díjak között mozog, és nyilvánvalóan így van lehetősége egy kedvezőbb bérlet mellett a fiataloknak akár előtakarékosságban, akár bármilyen más állami konstrukcióban egy saját lakáshoz jutniuk. Természetesen, ha ez nem sikerül az 5 év alatt, ennek lehetnek objektív külső körülményei, akkor ez újabb 5 évvel meghosszabbítható, de azért 5 évben gondolkodunk, mert szeretnénk, ha ezek a lakások nem csak a most beköltözők számára, hanem folyamatosan az itt felnövekvő új generáció számára mindig egy plusz lehetőséget teremtene. A polgármester hozzátette, a befektető folytatja az építkezést az új társasház mellett, az önkormányzat pedig látva a nagy érdeklődést, tervezi a bérlakás program folytatását.